estét kívánok! Egy picit rendhagyó díszletben veszi a kezdetét a Bajnokok Városa, és hát ennek egészen egyszerű oka van, hogy meglehetősen sikeresek a székesfehérvári profi boxolók, és hát szerettük volna nem csak a Videoton Box Club vezetőedzőjét, hanem hát a klub két profi éllovasát is vendégül látni, és hát ez az a díszlet, ahol a három fiatalember elfér, nevezetesen közé Pütkiliti Ferenc, a Videoton Box Club vezetőedzője, Hegyi Barnabás a jobbján, a balján pedig Törteli Balázs. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Hát elég rendesen felfelé ível a Videoton Box Club nívója, köszönhetően a balodon, illetve a jobbodon ülő fiatal embereknek, de ez a név is azért viszonylag új. És talán egy új koncepció is jött ezzel együtt nálatok? Igen, elsősorban az volt a cél, hogy egy olyan dolgot csináljunk itt Székesfehérváron, ami erős. Ez egy erős nevet szerettünk volna, és ugye hát milyen törzsikeres szurkoló vagyok, így adta magát a Videoton név. Úgyhogy addig dolgoztunk rajta, míg sikerült megállapodni Sinkó Otto úrral, hogy hozzájáruljon a névhasználathoz. Így megalapítottuk a Videoton Box Clubot, utána jöttek a srácok, és próbálunk sikeresek lenni, igen. Ugye Balázs az, aki utóbb csatlakozott hozzád, és hiszen most már a te vezetéseddel készül, illetve hát készült most a legutóbbi profi mérkőzésére, Barnabás pedig ugye korábban is már veled dolgozott. Hát egészen megnyerő Hegyi Barnabás mérlege profiként, 3 meccs, 3 győzelem KO-val, le a kalappa. Köszönöm szépen. Mennyire vagy erre büszke, ezt mennyire tartod nagy eredménynek? Nem kell rugaszkodni a talajtól, ezek nem olyan komoly ellenfelek voltak, felhozó ellenfelek. Bár az utolsó srác, akivel bunyóztam, a pozitív mérlegű, de majd egyre erősödnek az ellenfelek, majd akkor többet fog tudni erről mondani, hogyha már esetleg boxoltam 4-5-6 menetet, mert még csak az elsőig jutottunk, hál' Istennek. És hát Törteli Balázs előtt is le a kalappal, mert hogy Balázs az elmúlt év végén ugye itt Fehérváron meccselt, és ott alul maradtál. És ebből a helyzetből kellett felállnod, amit meg is tettél, mert hogy KO-val zártad azt a mérkőzésedet, amelyen visszatértél. Edzőt is váltottál, és csatlakoztál Kiliti Feriekhez. Ez mennyire volt nagy ütés, és mennyire hoztad meg gyorsan azt a döntést, hogy váltasz és visszatérsz? Nekem ez nagyon-nagyon nehéz időszakom volt, az elmúlt, azt mondom, hogy december végétől, december 15 volt a mérkőzés, az ugye nem sikerült, ott megcsúsztam, én azt mondom, hogy március közepéig egészen az edzőváltásig én egy komoly depresszióban voltam, ezt így kimerem jelenteni. A meccs után nem volt kedvem edzeni, január 10-re kezdtem el mocorogni, szerettem volna áprilisban visszatérni, de egyszerűen elment a szakmai bizalom. A régi edzőmmel nem romlott meg a kapcsolatom, továbbra is baráti viszonyban vagyunk, jó kapcsolat tápolunk, de egyszerre megrekedtünk egy szinten, úgy éreztem, hogy kicsit visszafele is fejlődök. Ugye Nyikovics Gáborral. Igen, Nyikovics Gáborral. És kellett egy kis vérfrissítés, egy közös baráton keresztül összehoztak engem a fecóval, ismertem őt már régebbről, többször is edzettünk együtt, segítettük egymást, és igazából egyszer leültünk beszélgetni, és ott nekem van egy saját elképzelésem arról, hogy nekem mik a hibáim. És pont ugyanazokat elmondta a fecó, így elsőre is, úgyhogy mondjuk 10 videót mutattam az edzéseimről, és akkor azt mondtam, próbáljuk meg. És nekem nagyon pozitív volt, igazából jött egy új lendület, és hogy mellém állt, lett egy szép fokozatosan felépítettük az önbizalmamat, és akkor lett ugye ez a mérkőzés, ami ugye most nekem is egy felhozó mérkőzés volt, mint a Barjának az eddigi meccsei. Nem kell tőle messze mennem, de viszont van egy-két dolog, ami már most beépült és látszódott a meccsen, úgyhogy bizakodás adok ott. Egy interjúban azt mondtad, hogy Kiliti Feri egészen másként tartja az edzéseket, és én még ilyesfajta hozzáállással vagy módszerrel nem is találkoztál, mit szólsz ez? És mi az, amiben te másképp tartod? Igen, a fiatalságomnak köszönhetően próbálok napra kész lenni az újdonságokkal, és mondják, hogy ez lehet a hátrányom is, de én azt próbálom az előnyömre kovácsolni. Folyamatosan utána járok minden egyes újdonságnak, és próbálok mindent személyre szabni. Tehát nem ütetem velük ugyanazokat a dolgokat, a Balázsra, vagy akár a Barnival,
hanem mondjuk a Barni ő egy erősebb verekedős bunyós, teljesen más dolgokat gyakorlunk, mint a Balázsral. A Balázs egy ilyen rakkoló, sokat mozgó törzsből, féltávból bunyózik, és erre próbálunk, vagy erre próbálok odafigyelni, hogy ezeket a dolgokat is tudják gyakorolni életszerűen. Mióta dolgoztak együtt? Most már lassan fél éve. Január közepe óta dolgozunk együtt. És a ti esetedekben is hamar megvolt ez a harmónia? Igen, főleg, hogy ugye még aki segít nekünk, a Őri Lajos bácsi, ő jóformán mindkettőnk nevelőedzője. Úgyhogy a hangulat is nagyon jó. Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Szakmailag is sok új dolgot tud mutatni a Fecó. Ugye Lajosban már nem, mert ő 10 éve megtanította arra, amit most tudok. Úgyhogy én is bizakodok a jövőben. Neked ez mekkora álmod volt, hogy profi boxoló legyél? Ez egyébként elég sikeres amatőr pályafutásod után profi karrierbe kezdj. Azért én nekem nagyobb álmom lett volna, hogy amatőrbe érjek el kiugró eredményt, azt sajnos nem tudtam megvalósítani. És hogy profik között viszont azt tűztem ki célul magam előtt, ugye mindig bizakodó vagyok, és azért edzek, hogy az álmaim után fussak, hogy egyszer majd talán a tengeren tudom Amerikába egy meccsen szerepelsek. Balázs, neked is hasonló célod van. Továbbra is. Igen. Megyek is felé. Lesz is, igen. Mit szólsz ezekhez a nagy ívű reményekhez és álmokhoz, amelyeket reméljük minél előbb realizálódnak? Próbálok mindenben mellettük lenni és segíteni őket, hogy ezeket el tudják érni. Nagyon jó csapat lettünk, én úgy gondolom, mindenki tudja a csapatban a dolgát, tehát tényleg elmondhatom, hogy most már egy profi tímmel dolgozunk, tehát teljesen lebontva a mentális tréner, masszázs, erőléti edzők, tehát profi a csapat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ki lehet tűzni ilyen célokat és lehet felé menni. Meséljetek már erről a profi boxolói létről. Hát ugye az ember követi ezt a sportágat, akkor azért jó szerével látja a meccseket, meg mondjuk néhány nyilatkozatot a meccs előtt, és hát azt, hogy nagyon kemény edzések folynak. De mennyivel előtte kell ezt elkezdeni, és specifikusan a következő ellenfélre vagy meccsre készülni? És mi történik két bunyók között? Hogy van ez? 10-12 hetet kell egy ilyen mérkőzésre készülni. És ha van egy meccsünk mondjuk szeptemberben, utána csak januárban, és akkor van 2 hónap mondjuk holtidő, akkor nem az van, hogy ülünk, fekszünk, eszünk, elhízunk, akkor is karban kell tartani magunkat, mozogni kell, odafigyelni magunkra, hogy majd aztán el tudjuk kezdeni egy kemény alapozást, és utána a 10 hetes munkát. Melyik a legkeményebb időszak mondjuk ebben a 10-12 hétben? Úgy nagyjából az elejétől a végéig? Hát az eleje, hogy az alapozás, az fáj. Folyamatosan izomlázom. Most is amúgy én alapozok, most azt beszéltük, hogy itt a nyáron csak kevesebbet bunyózok. 3 boxedzésem van, és 4 erőléti edzésem. A 4 erőléti edzés most arról szól nekem, hogy belerősödjek a váltósúlyba. Ugye ez a kis váltó decemberben nem jött be, most akkor kitűztük célul, hogy legyek erős váltóban, de nem Magyarországon legyek erős, hanem majd külföldön is legyek erős. És most ezen dolgozok, most folyamatosan izomlázom. Az elején a felkészülésnek erről szól. Ugye az utolsó hét az már igazából ilyen felrázó edzés, kicsit súlyt állítunk be, pörgetünk, az előtte lévő 2-3 hét meg ugye csak a folyamatos bunyókról szól. Nekem azok a mindig a legnehezebbek, mert mondjuk edzek délelőtt hétfőn, délután bunyózok, és mondjuk belenézek egy komoly csatába, akkor kedden reggel ugyanúgy edzés, és akkor fel kellni, ugyanúgy motivált lenni, friss legyek, és akkor kedden délután esetleg megint bunyó, vagy valami. Azért így ezek a legnehezebb napok nekem. Mennyire könnyű vagy nehéz motiválni a tanítványaidat? És nem csak, vagy talán nem is Barnáról és Balázsról van szó, most ez utána nyilván ők elég motiváltak, de ugye a többieket. Egyáltalán hányan vagytok most? Van még egy amatőr versenyzőnk, ő a testvérem Kri Tamásot kiemelném, ő is él, sportolóként él, és ő is hajtja az álmait. Igazából nem a mennyiségre szeretnék rámenni, hanem az, hogy minőségben mindent meg tudjak adni a srácaimnak, úgyhogy egyelőre még ők vannak 3-an. Úgy néz ki, hogy lesz utánpótlás csapatunk, majd a gyerekeket szeretnénk tudatosan nevelni már gyerekkortól, de most jelenleg őket emelném ki.
Ugye a testvéred nem is olyan rég elverte a Budapest bajnokot. Igen, igen, Szombathelyen egy emlékversenyen. Meggyőző formában volt, jól nyúzott, végre kijött neki az, hogy otthon érezte magát a szorítóba. Ő azért viszonylag későn kezdte, tehát neki van egy ilyen rutinba való elmaradása, de úgy gondolom, hogy a kemény munkával ezt be tudja hozni. Ugye ez az egyik fele a tevékenységeteknek, mármint a Videoton Boxrúnak, az élsport, a versenysport, tehát azért a tömegsport oldalról is azért vannak törekvések, mert hát például én amennyire tudom, ugye például egy tanárnő is jár hozzátok edzésekre, meg hát nyilván még sokan mások. Igen, nagyon sokan választják edzésforma szerűen a boxot, az ökölvívás manapság, hála Istennek. Úgyhogy nagy a táborunk, tehát ezt kimerem jelenteni. Körülbelül ilyen 100 fölött járnak hozzánk most. Hamarosan át lesz adva a város által elkészült boxtermünk itt a Bátki Zsimmondon. Az majd még egy kis lendületet fog hozni a dolognak, úgy gondolom. Ti mikor és miért kezdtétek el az ökölvívást? Én a kokomért kezdtem el 2000, nem tudom mikor van vissza a kokonél, meg nekem már akkor tetszett az ökölvívás, ugye. De nem volt szoroló, hogy elkezdek bunyolni, aztán agresszív kis srác voltam. Az apu mindig mondta, hogy ne focizzak, inkább menjek küzdősporton, és szártam judozni, oda túl agresszív voltam, onnan eltítottak, mert az inkább ilyen harcművészet szerű volt, mikor én jártam, és akkor 2004. szeptember végén mondta apa, hogy lett egy ismerőse, Nikovics Gábor, amúgy az előző edzőm, összeismerkedett fel, hogy ő profi boxoló, stb. És majd ő levisz engem boxedni, és akkor nem találkoztak egy hónapig, és akkor októberben, 2004. októberében levitt engem Veszprémbe, a Rianás boxklubba, és akkor ott ragadtam. Neked hogy kezdődött, és mikor? 7-8 évet fociztam Videótonba, és ma úgy kezdett kikörvonalazódni az, hogy valószínűleg nem leszek jó focista. És úgy került képbe a bunyó, hogy öregapám csinálta Székesfehérváron a Színvasas boxklubot, és lejárt édesapám is fiatalon, a bátyám is, aki jégkorongozó volt, és így azért bennem motoszkált az, hogy nekem is le kéne menjek a terembe, és akkor mentem, 2006. decemberében mentem rá először a Szolnok Istvánnal elkezdeni bunyózni, még a Hermann Pistová terméből, ők sajnos mindketten azóta nincsenek közöttünk, és amikor úgy igazán elkezdtem bunyózni versenyszerűen, az azt hiszem 2007 őszén. És a vezetőedző? Ő hogy keveredett? 2006-ban kezdtem én is edzeni amúgy, és én is Hermann Pista bácsinál és Szolnok Istvánnál 2006-ban. Mi igazából volt egy társaságunk, mindenki lejárt, aztán úgy voltam, hogy jó, akkor én is, tehát a sportról van szó, valamit mozogjunk, lementem, aztán én is leragadtam ennél a sportnál. Egyébként hány év van köztetek? Tehát a vezetőedző és a tanítványok között? Hány év a differencia? Én 26. Én 24. Én 27 leszek év végén. Semmi. Tehát akkor azért szinte semmi. Igen. Ez jó vagy rossz? De ez lényegtelen. Lényegtelen? Szerintem én féltem teljesen tőle, de nem zavar. Vagy nincs. Amerikában, hogyha nem a legnagyobb edzőket nézzük, hanem ugye kisebb szinteken is, én követem őket ugye az interneten, rengeteg fiatal edző dolgozik, vagy akár Angliában. Uh-huh. Egyáltalán nem hiszem, hogy ebben foglalkozni kéne. Igazából szerintem annyi, hogy megadom a tiszteletet neki, hogy megfogadom a tanácsát, vagy igazából amit mond, felülbírálom-e, vagy sem. Általában akkor van probléma, úgy gondolom, tanítvány és edző közt, mikor a tanítvány felülbírálja az edzőt. Én nem bírálom felül a fecót. Soha nem bíráltam egyik edzőmet sem felül, mikor már az volt a fejem, hogy felülbírálom, és akkor tudtam, hogy ott nem vagyok jó olyan. De itt ilyen szó sincs. Pont Angliát mondta a Barni. Én éltem kint egy évet, és ott teljesen normális volt az. Tehát a fiatalok mindig kitalálnak valami újat. Tehát szeretnének új dolgokat belehozni, akár a sportágba, akár miben van bennük energia, és mennek a dolgok után. Egy idősebb edző már picit így belefásul a dologba, tehát már nem fogadja el az új dolgokat. Én legalábbis én azt veszem észre. Nem nyit a dolgok felé, én azt tudom, tehát azt nekem nem mondja meg senki. Én meg szakmailag is próbálok fejlődni, valaki elmond nekem valamit, meghallgatom, átgondolom. Ha úgy gondolom, hogy be tudjuk építeni a dolog, vagy a munkámba, akkor beépítem, ha nem, akkor próbálkozó, keresgélem. Tehát a nézemése
Hát nyitott vagy alapvetően, így van, és így hát van. Ez nyilván ez az egyik letéteményes a közös együttműködésnek, meg a sikernek. Ha már említetted Kovács Kokó István, Szántó Öcsi bácsi járt nálatok az edzőtáborban. Igen, a Barni invitálta, úgyhogy lehet erről inkább őt kell majd megkérdezni. Na, mi a kötődés, mi a kapocs? 2013-ban jól emlékszem, majdnem egy évig dolgoztam együtt Öcsi bácsival, és megmaradt közöttünk a jó kapcsolat, jó viszony, és Fecó mondta, hogy jó lenne, hogyha a gyerektáborba leívnánk valami bunyóst, vagy valami ismertebb szemét a bunyóból. És akkor felhoztam a Szántó Öcsi bácsi nevét, aki most a Ferencváros Box Klub vezetőedzője, hogy leívhatnánk őt, és a klub elnökét, ugye, aki a Kótai Misi. Úgyhogy egyből kettő jön, híres edző, híres versenyző, és felhívtam, hogy miről lenne szó, és azonnal mondta, hogy jönnek, bármivel segítenek. Hát nyilván ez is azért egy fontos lökés mindazoknak, akik nálatok edzenek, akik nálatok boxolnak. Ugye Várpalotán léptetek legutóbb szorítóba, ezzel zártátok a szezon. Legközelebb mikor láthatunk titeket, hát lehet, hogy ezt még nem lehet tudni, de nyilván Rácz Félix, a Félix Promotion vezetője számít rátok a további gálákon is. Úgy tudom, hogy szeptember első vagy második hetén lesz mérkőzés. Pontos dátumot még nem tudok, majd most nem sokára biztos mondja a Félix, vagy felfog. Megkeres ezzel az információval, és akkor onnan ahhoz képest fog készülni, vagy elindítani az éles felkészülést. Nem is lesz szeptemberben, azt beszéltük. Lesz egy még valószínűleg külföldön, meg egy decemberben, ami lehet itt lesz Székesfehérváron. Ami már esetleg szóba is jöhet, hogy magyar bajnoki címért boxoljak esetleg középsúlyban. Hát sok sikert mindehhez, és persze a Videoton Box Klub működéséhez, akár az élsportról, akár a tömegsportról beszélünk. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Kedves nézőink, maradjanak velünk továbbra is, hiszen a Bajnokok Városa folytatódik, méghozzá egy hétvégi esemény felidézésével, tudják, a Fehérvárral, és bizony itt tomboltak a lóerők többek között a Palotai úton, meg hát többek között Oroszlány és Pusztaván térségében is. Hogy milyen is volt ez a Fehérvár Rally, azt most felidézzük a folytatásban. Eger, Miskolc és Szombathely után következett a Székesfehérvár Rally a versenynaptárban. A szezon negyedik versenye előtt meglehetősen szoros volt az állás a bajnokságban. Turán Frigyes és Bagaméri László kettőse 15 pontos előnnyel érkezett a Bajnokok Városa környéki szakaszokra. Ekkora különbség persze egyetlen hétvégén eltüntethető. Ez volt a célja Hadik Andrásnak és navigátorának, Baci Gál Igornak, és az összetett harmadik helyén álló Vince Ferenc, Farnadi Ágnes páros is nagyon készült a kétnapos Székesfehérvár rallira. Szombaton Pusztavámon és környékén repesztett a mezőny. A harmadik gyorsasági végéig még négyen voltak versenyben napi elsőségért. A negyediken azonban Hadik Andrással kibabrált a technika. Négy gyorsasági után Vince Ferenc állt az élre, egészen minimális 0,6 másodperces előnnyel Turánék előtt. A velencei Szedő kettős a harmadik, Hadikék majd 40 másodperc hátrányban a hatodik helyen zárták az első napot. Nagyon rosszul éreztük magunkat, megmondom őszintén, mert az első gyors előtt az etapon Áginak tönkrement a sisak, és nem tudott navigálni, nem volt kontakt. Vagyis szinte fejből ment a pályákon, annyi, hogy mutogatott, néha azt láttam meg, hogy próbált azért kiabálni, de abból nem sokat hallottam, mert a sisak az nagyon jó zár. Úgyhogy ez miatt azért jó sokat bent hagytunk, mert nagyon-nagyon rátartással mentem, azért nagyjából képbe vagyok a pályákkal, mert már versenyeztem rajtuk, de nehéz így menni, hogy igazából nem hallott az itiner. Ahhoz képest szerintem extra jól állunk. Én nagyon elégedett vagyok, így amúgy, ez ennek ellenére az autó nagyon jó. Semmi gondja nem volt neki, szerintem ezen kívül mi sem hibáztunk, úgyhogy még a holnapi nap a hosszú, próbálunk majd gyorsan menni, és akkor reméljük, hogy tudunk küzdeni az első helyért. Mentünk a nyíregyenes úton, és leszabályzás környéki fordulatszámon egyszer csak leállt az autó, mint hogyha levettük volna róla a gyújtást, és hát elég sok időbe telt, mire újra tudtuk indítani, úgyhogy egy elég nagy most a hátrányunk. Holnap új versenynap következik, megpróbáljuk magunkat összeszedni, és nem foglalkozni ezzel a dologgal, és megpróbálunk holnap jó versenyt. Az első gyorsan egy picit
Én azt gondolom, hogy kicsit túl agresszíven mentem, és volt egy gumi, ami egyébként szerintem nem ott volt, ahol a pályabejáráson mi felírtuk, lényegesen kijebb volt. Én a pályabejáráson tapasztalatok szerint próbáltam menni, és ott volt a gumi, eltártuk a bal első kerékkel, és letépte az egész lökjárítót, úgyhogy igazából nem volt olyan nagy a baj, mint ami ennek kinéz. De utána még igazából ez a pusztalámi gyors, ez annyira nem feküdt, ott nem tudtunk annyira jó időket menni. A két Csákberényt viszont mindenképpen mind a kétszer meg tudtuk nyerni, úgyhogy alapvetően most 6-10-del második vagyunk a Vince Feri mögött, úgyhogy szerintem ez teljesen rendben van. Minden rajtból tudjunk egy másodperc, azot, ezt meg kell néznünk, meg át kell ott tervezni sok mindent, sokat szenvedünk ezzel a rajta. Itt vagyunk harmadik helyen, ugye a Feri van, ő az első 1,8-ra. Én azt mondhatom, hogy az szinte semmi, holnap kezdődik a neheze, úgyhogy most jelen pillanatban tudunk harcolni az első helyén, meg holnap is ezt szeretnénk. Az első nap krónikájához hozzátartozik, hogy ezúttal is óriási sikernek örvendett a városi száguldás, a szuper speciál, a Palotai úton szabadultak el a profin kordában tartott lóerők. Vasárnap Csákberény, Oroszlány és Kincsesbánya környékén teljesítette a gyorsaságikat a mezőny, szám szerint hetet. Sajnos a 12. gyorsaságit baleset miatt törölték. A nap elején Turán Frigyes volt a leggyorsabb, másfél másodpercet adott Vince Ferencnek, így abszolútban már is helyet cserélt a két versenyző. Aztán Oroszlány környékén fordult a kocka, mivel megforgott Turán. Hét gyorsasági után 9 másodperccel álltak az élen Vincék, még Velencei és Turán között 8,6 másodperc volt a differencia a második, harmadik helyen. A negyedik pozícióban hadik állt, több mint 46 másodperces hátránnyal. A Vince-Farnady páros aztán tovább növelte előnyét a 9. gyorsaságin, miután több mint 5 másodpercet adott Velencei Ádámnak. Kettejük közé bejött Hadik András, aki újabb értékes másodperceket faragott Turán Friciékkel szemben. A 10. és 11. szakaszt is a Vince-Farnady duó nyerte, akik aztán a végső győzelmet is bezsebelték a Székesfehérvár rallin. Vince a tavalyi egri győzelme után ismét diadalt aratott, ezúttal a bajnok. Nagyon nagy volt a csata. A végére azért sikerült egy kicsit megnyugtató előnyt kiautóznunk, körülbelül egy ilyen fél percet, de szinte az első nap 6 tizeddel fordultunk a második helyezett előtt. Végig nagyon koncentráltan kellett versenyezni, mert egy hosszú és nehéz verseny volt. Szerintem azzal voltunk kicsit előrébb, mint a többiek, hogy nem hibáztunk, minden úgy sült, ahogy azt mi szerettük volna. Úgyhogy maximálisan elégedett vagyok. Ez egy új autó, amivel mentem, ezzel még sosem mentem. Körülbelül egy 15 kilométer tudtam csak vele tesztelni a verseny előtt, úgyhogy különösen örülünk neki, hogy ilyen jó eredményt értünk el. Mi a nagy előnye ennek az új autónak, most, hogy így megismertétek már egymást? Talán a motorja egy kicsivel erősebb, mint a régi, amivel mentem. A futómű is más, minimálisan, de úgy érzem, hogy sikerült azért nagyjából olyan beállítást találnunk, ami nekem fekszik. Majd a későbbiekben még biztos tudunk rajta finomítani, de jó úton haladunk. És ti mennyivel váltatok erősebbé az új partnerrel, veled és az autóval? Hogy érzed? Hát én úgy gondolom, hogy folyamatosan fejlődök. Nem vagyok egy olyan régi motoros ebben a szakmában, ebben a ralliban. Két teljes éven volt eddig, a többiek azért nagyon rutinos rókák már itt. Én úgy érzem, hogy elég gyorsan fejlődök, egyre nagyobb tempót tudok autózni. Nem tudom, hogy hol a határ, de remélem, hogy még nincs itt a vége. A 2018-as Székesfehérvár rallit Velencei Ádámék a második helyen zárták. Turánik lettek a harmadikak, míg a tavalyi győztes Hadik András a negyedik helyen végzett. Az utolsó gyorsan volt egy kis kalandunk, de én úgy gondolom, hogy akik itt mentünk 3-4-en az első helyen, mindenkinek benne volt egy kis baki. Mi itt szerencsésen jöttünk ki, és sikerült megszerezni azt a helyet, amivel nagyon értékes pontokat szereztünk. Nektek mi volt az a baki, ami még belefért? Ez volt egy ilyen kis árokjárás, onnan kijöttünk gyorsan, ott benn maradt egy 10 másodperc. Igazából ennyi, úgyhogy nagyon jó versenyen vagyunk túl. Mennyire
kaptál vérszemet ezután az újabb dobogós helyezés után? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk a Miskolc után, mind én, mind az autón találtunk egy olyan beállítást, ami így azt eredményezi, hogy tudunk akár az első helyért is harcolni. Ez lesz a cél a továbbiakban is. Kicsit így tényleg így vérszemet kaptunk, úgyhogy nyomjuk, ahogy tudjuk. Reálisan másokok lehettünk volna. Egy kis kockáztatással biztosan rápróbáltunk volna az első helyre, de a mai napra sajnos az én hibám miatt volt egy forgásom, illetve kaptunk egy defektet, egy baromi nagy szikla volt kifordítva elénk az útra. Emiatt nem nagyon volt lehetőségünk csak arra, hogy megőrizzük a harmadik helyet. Ez hál' Istennek sikerült, úgyhogy boldog vagyunk. Ez a bajnokságban sokat számít. Vezetjük továbbra is a magyar bajnokságot. Kicsit azt hiszem 3 ponttal tudtuk növelni is az előnyünket Hadik Andrishoz képest. Vince Ferinek gratulálok, szerintem megérdemelten nyert, kiegyensúlyozottan tudott menni. Én úgy érzem, hogy mi bebizonyítottuk ebben az autóval, hogy mind murván, mind aszfalton futamgyőzelemre esélyes az a kombináció, a Hankook, Hyundai, Turán Baga, Méri páros. Alapvetően elégedetnek kell lennünk, mert ettől rosszabbul is járhattunk volna. Ugye tegnap volt egy műszaki hibánk, ami miatt elég sok másodpercet elbuktunk, és ott akár vége is lehetett volna ennek a versenynek. Ennek ellenére negyedikek vagyunk, viszünk az a pontokat, úgyhogy ez mindenféleképpen jó dolog. Most nem volt szerencsénk, bár még mindig jobban jártunk, mint az előző versenyen, mert ott ugye nekimentem sajnos egy fának, és ott vége lett a versenyünknek. Hát most így, tehát kicsit azért, kicsit szomorú vagyok emiatt, hogy tegnap volt ez a műszaki hibánk, mert máshogy is alakulhatott volna ez a verseny. Ugye ez egy kicsit rányomta a bélyegét erre az egész hétvégére, ez a tegnapi utolsó gyors, de ettől függetlenül még versenyben vagyunk mindig, és megpróbálunk a következő versenyre felkészülni. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!